Jogilag is polgármester jelölt lesz Ceglédi Gyula június 9-i önkormányzati választásokon. Ezt május 1-én jelentette be, majd bemutatta a képviselőjelölt társait is. Közülük többen most is önkormányzati képviselők, akik folytatni szeretnék a megkezdett munkát. De vannak olyanok is, akik most először segítenék képviselőként Hajdúszoboszlót. Kedves televíziónézők! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, bár valószínűleg sokaknak nem kell, hogy bemutatkozzak, de mégis megteszem, Ceglédi Gyula vagyok, Hajdúszoboszló város polgármestere, és egyben polgármester jelöltje is a június 9-i választásra. Azért jöttem most ide önökhöz, hogy bemutassam a csapatomat, akikkel együtt szeretnék indulni. 2019-ben, amikor megválasztottak bennünket, akkor az önkormányzat új vezetése bizony igen nehéz időszak előtt állt, és ebben a nehéz időszakban helytálltunk. Célkitűzéseink 70%-át teljesítettük. Hajdúszoboszló fejlődött az elmúlt években, a nagyon nehéz körülmények ellenére is. Mindezekkel együtt azt hiszem, hogy joggal pályázunk az új ciklusban arra, hogy elnyerjük az önök bizalmát. Hajdúszoboszló fejlődni szeretne. Minden tekintetben szeretnénk, ha a város nem csak központi és turisztikai része, hanem a város peremterületei is fejlődnének. Engedjék meg, hogy a csapatomat bemutassam. Higgyék el, ezek az emberek felkészült, tisztességes és elhivatott emberek, akik az önök szolgálatában igyekeznek mindent megtenni, hogy a város az önök elképzelésének megfelelően a lehető legjobban tudjon fejlődni. Azt szeretnénk, hogy Hajdúszoboszlón jó legyen élni, itt családot alapítani. Hajdúszoboszló Magyarország egyik legfontosabb turisztikai központja, és mi azt ígérjük önöknek, biztonságot, kiszámíthatóságot és fejlődést szeretnénk a következő években. Nekünk Hajdúszoboszló, Szoboszló mindenek előtt. Az egyes körzetben Kocsis Róbert képviselőtársamat ajánlom szíves figyelmükbe. Az elmúlt ciklusban a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Igazgatási Jogi Ügyrendi Bizottság elnöke voltam. Ebbe a körzetbe születtem, itt élek. Sok mindenkit ismerek, engem is ismernek. A polgármester úr által bemutatott képviselőjelöltekkel együtt szeretném folytatni a munkát, a városvezetés komoly csapatmunka. Kérem, hogy június 9-én a szavazó urnáknál támogassák törekvéseimet, a városvezetés csapatmunka, csak együtt leszünk képesek arra, hogy vezessük a várost, egyedül nem megy. A kettes körzetben Majoros Petronella alpolgármestert ajánlom figyelmükbe. Végre elkezdődött a lakótelep évtizedes lemaradásának felszámolása. Az elmúlt közel 5 évben több mint 350 millió forint érkezett ebbe a választókörzetbe. Új parkolók, új utak, új járdák épültek. Nagy gondot fordítottunk a játszóterek tisztaságára, a gyerekek biztonságára, valamennyi játszótér kamerával felszerelt. A 10 emeletes mögötti Major utcai játszótéren a nyári időszakban napvitorlával óvjuk a gyermekeket. És valóban olyan infrastruktúrális fejlesztéssel indultak el, lásd a daruzuk, amelyek már évtizedek óta váratnak magukra. A következő évek arról fognak szólni, hogy ezeket a fejlesztéseket folytatni kell. A lakótelep szervizútjainak felújítása nem tűrhet halasztást, ezt én jó magam is látom, és amennyiben erre felhatalmazást kapok, azon fogunk dolgozni, hogy mind a járdák, mind a szervizutak, a szilfákai és a jobb és bal oldalát tekintve mindkét oldalon felgyorsuljanak ezek a munkálatok, és folytassuk tovább mind a lakótelepek virágosítása programját, mind a járdaépítéseket, és mindazon infrastruktúrális fejlesztéseket, amelyek valóban indokoltak itt a belvárosban. Kérem önöket, bízzanak bennem, támogassanak június 9-én az önkormányzati választáson, és köszönöm megtisztelő bizalmukat az elmúlt 5 évben.
A hármas körzetben Harsányi István képviselőtársamat ajánlom szíves figyelmükbe. A hármas körzet lakóinak bizalmából 2002 óta tagja vagyok a képviselőtestületnek. A céljaim között szerepel továbbra is a városrészek aránytalan különbségeinek csökkentése. Városi szinten támogatni kívánok minden olyan elképzelést, amely a város fejlődését, szépülését segíti elő, és az itt lakók életminőségét javítja. A négyes körzetben dr. Kovács Gergely alpolgármestert ajánlom figyelmükbe. Tőzsgyökeres hajdúszoboszlói lakos vagyok, itt születtem, itt ringatták bölcsőmet. Édesapám a művelődési központ igazgatója volt évtizedekig, anyukám pedig 25 éve vállalkozó. Három gyönyörű gyermekemmel és feleségemmel most is itt élek Szoboszlón, és szeretném, hogyha ez a város kihozná magából azt, ami benne van. 5 évvel ezelőtt ezért jelentkeztem képviselőnek, életem első választásán az önök jóvoltából sikerült képviselői mandátumot szereznem, ráadásul óriási megtiszteltetésért azzal, hogy polgármester úr javaslatára a képviselőtestület alpolgármesternek választott. Itt a gazdaság, fejlesztés és a sport volt a fő területem. Mindenképpen szeretném újra megmérettetni magam a 4-es számú körzetben. Lendületben a 4-es körzet, talán ezzel tudnám jellemezni az elmúlt évek munkáját. Ebben a ciklusban soha nem látott nehézségekkel kellett szembesülnünk, amire nem voltunk felkészülve. Ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy sikerült a város stabilitását megőrizni és fejleszteni is. A 4-es számú körzet sem kivétel ez alól. Számos beruházás és felújítás van folyamatban jelenleg is a körzetben, és az elmúlt 5 évben nagyon sok minden történt. Erről a nemrégiben postaládába került kiadványunkból is részletesen tájékozódhatnak, és szintén megtalálhatják benne a körzetre vonatkozó jövőbeni terveimet is. Még egyszer nagyon szeretném megköszönni a bizalmat, és kérem, támogassanak most is, hogy újra képviselsem a 4-es körzetet. Az 5-ös körzetben Bíró Anita képviselőasszonyt ajánlom szíves figyelmükbe. Nemrégen került a postaládákba az elmúlt ciklust értékelő kiadványunk, ebből a város lakossága tudott tájékozódni minden képviselő eddig elvégzett munkájáról részletesen. Én is egy elég részletes anyagot tettem ebben közé, amelyben mind az 5-ös körzetben történt fejlesztésekről, mind pedig a szociális és egészségügyi területen történt változásokról, előrelépésekről írok. Én bízom benne, hogy ez meggyőzi a lakosságot, szeretném kérni ismételten az 5-ös számú választókörzet lakóinak bizalmát. Szeretném folytatni a munkát a körzetért, és szeretném folytatni a munkát a szociális és egészségügyi területért az elkövetkező ciklusban is. A 6-os körzetben Mester József képviselő urat ajánlom szíves figyelmükbe. Május 1-én itt állunk ebben a csodálatos időben. Elindult a nyári szezon, mind a turizmusban, mind pedig a lakosság részére. Úgy gondolom, hogy egy szép nyárnak nézünk elébe. Viszont a nyár elején van még egy igen fontos dátum, a június 9-e. Én kérek szépen mindenkit, hogy menjen el választani, éljen demokratikus jogával, független attól, hogy melyik oldalra szimpatizál. Kérek szépen mindenkit, menjen szavazni. Ezt követően június 10-én mindenki felejtse el a politikát, ez csak rontja az életünket, legyünk szabadok, tiszták, és éljünk a nyárnak. Én kívánok mindenkinek nagyon szép nyarat, a szabadság idején is, az otthoni munkák végzésekor is, a gyerekeknek kívánok nagyon szép szünidőt, jó pihenést. Nagyon szép nyarat kívánok minden hajdúszoboszlói lakosnak. A 7-es körzetben Deilinger Ádám új jelöltünket ajánlom szíves figyelmükbe. Gyermekkorom óta itt élek és itt nőttem fel. Ismerem az adott körzet hátrányosságát és adottságait egyaránt. Célom továbbá is Hajdúszoboszlón élni és családot alapítani. Szeretném, hogy az adott körzet fellendüljön és ugyanúgy városiassá fejlődjön, mint a többi körzet Hajdúszoboszlón belül. A 8-as körzetben Szabó Tamás új jelöltünket ajánlom szíves figyelmükbe. A 8-as körzetben képviselőjelöltként indulok polgármester úr csapatában. Szeretném, hogyha a 8-as körzet az utóbbi 5 évhez képest sokkal többet fejlődne, sokkal többet javulna. Ez legyen az utak állapotára, a járdák, vagy akár csak a körzetben bármilyen jellegű felújításra, és remélem, hogy ebben nekem segítenek abban, hogy megválasztanak, és utána pedig várom az ötleteiket, javaslatokat, hogy miben tudom még fejleszteni a 8-as körzetet.